A közös gazdasági, társadalmi és politikai jövőt is jelenti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Szatmár megyei tanács ünnepélyesen is aláírt testvérmegyei megállapodása. A két megye között több mint 30 sikeres határon átnyúló projekt, számos intézményi együttműködés, kulturális turisztikai program valósult meg az elmúlt 25 évben. A testvérmegyei megállapodást a román külügyminisztérium is jóváhagyta. A két megyében élő mintegy 1 millió embert kapcsolja össze ez a testvérmegyei megállapodás, mondta Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke, hozzátette, a két megye 25 éve, hogy szorosabbra fűzte kapcsolatát. Megtanultak egymás fejlődése érdekében együtt gondolkodni, együtt tervezni, és számos már az előző ciklusban is elérhető pályázatokon sikeres, a lakosság számára hasznos fejlesztéseket valósítottak meg. A mostani megállapodás keretet ad a benyújtott és előkészületben lévő határmenti projekteknek is, segítve a két megye további gazdasági társadalmi előrehaladását. Remélem, hogy erősíti a lobby tevékenységünket, például olyan irányba, aminek óriási hatása lenne a keleti határrész számára, ha innen nézem, a nyugatira, ha tőlünk nézzük. Határátkelők állandósításában, új határátkelők megnyitásában, esetleges schengeni csatlakozása után Romániának új utak megépítésében, mert nem akarok rengeteg példát felhozni, de például a Csengeróvári az a csengeri térségnek teljesen más dimenziókat adna. Illetve ne felejtsük el azt, hogy miniszterelnök úr, amikor Szatmárban járt, ez jelentsen Szatmárnémet itt vagy Csengert, akkor ugye azt mondta, hogy a 49-es helyett egy gyorsforgalmi út fog lejönni a határa, és itt nem csak az anyaországi résznek jelent ez óriási fejlődési lehetőséget, hanem a számukra is, akik a határ túloldalán maradtunk. Ez azért is fontos, mert ez az együttműködés ez nem 3-4 oldalnyi papír, hanem sok száz közösen eltöltött munkaóra, legyen az élet bármely területéről szó, legyen politikumról, legyen közös területtervezésről, egészségügyről. És itt a szatmári magyar közösség, amit én képviselek, én a megyei RMDS elnöke is vagyok, és a Fidesz-KDNP között van egy nagyon jó kapcsolat. A határok átjárhatóságán is könnyíteni kell, 3 út már elkészült és további határátkelőkre is szükség lenne. A két megye közötti mobilitás a gazdasági fejlődés egyik feltétele. A testvérmegyei megállapodás Szatmár megyében a román többség is megszavazta, úgy gondolja, ez a hivatalos kapocs a két nép közötti közeledést is elősegíti. A hivatalos dokumentumot a román külügyminisztérium is jóváhagyta, ezzel a legmagasabb szinten ismerte el Románia. Ezzel egy magasabb szintre emelkedett az eddigi együttműködésünk és megállapodás rendszerünk. Ez Romániában jelent újat, illetve fontosat. Náluk van egy ilyen hierarchiája az együttműködési megállapodásoknak, és az jelenti a legmagasabb hierarchiát, hogy a román külügyminisztérium is erre áldását adta. Ez megtörtént, és ezután került sor erre a testvérmegyei megállapodásra. Nálunk Magyarországon nincs ilyenre szükség, de a román jogrendben ez egy különleges státuszt jelent. Ez feljogosít bennünket arra, hogy azt mondjam, hogy a testvérmegyei megállapodás próbálja az ottani magyar közösség sorsa, a Szatmár megyei magyar közösség sorsa, anyanyelvi jogainak védelme. Én bízom benne, hogy erre a megállapodásra támaszkodva megfelelően tudunk argumentálni az ottani magyar közösség védelme érdekében is. Mi azt minden nap megharcoljuk a magunk kis harcait, minden, például most a legaktuálisabb téma a jövő évi beiskolázási terv, ahol mi annak idején sikerült azt becsempészik a román jogrendbe, hogy pozitívan legyenek diszkriminálva kisebbségi osztályok, és csökkentett létszámmal is lehessen teljes értékű osztályokat indítani, és nem összevont osztályokat. És ezt minden évben meg kell vívjuk, ha bár benne van a törvényben, de hogyha nem vagyunk erősek önkormányzatok szintjén, hiszen ehhez az önkormányzati döntés is kell. És itt azzal tudunk érvelni, hogy ha csak az elmúlt két hónapot nézem, akkor magyar állami beruházásként egyházi tulajdonban lévő ingatlanok, ahol román államilag finanszírozott iskolák működnek, tehát itt
a román állam is partner ebben olyan szempontból, hogy ő fizeti a tanárok fizetését, az ingatlan, amiben működik, az pedig a magyar állam újította fel, ezek egyházi tulajdonban vannak. És így most a Szatmáron magyarul tanuló gyerekek, például a Kölcsében, a Hám Jánosban, a református, Hám János Római Katolikus Iskola Központban, a református gimnáziumban sokkal jobb körülmények között tanulhatnak. Tehát el kell jusson a kisebbségi oktatás Romániában oda, hogy rájöjjön minden magyar szülő arra, hogy az ő gyereke két oldalról kap támogatást, hisz kapják az oktatás-nevelési támogatást is, azért, mert magyar tannyelvű intézményben mennek jobb, mi az önkormányzatok közösen, akár a magyar állammal, akár Európai Uniós forrásból próbáljuk felújítani ezeket az iskolákat, és ezért két oldalról kapják a támogatást. És én azt remélem, hogy beindul most az óvodaprogram is, és megáll a fogyásunk, sőt, nőni fog a magyar anyanyelvű emberek száma és a magyar nemzetiségű emberek száma a határ túloldalán is. A szomszédos Szatmár megyében a fiatalok helyben megtartása a térség jövője szempontjából elengedhetetlen. Az én elvem az, hogy egy térségnek a legnagyobb kincse az ember. Tehát lehet nekünk nagyon szép táj, lehet épített örökség, lehet altalaj kincs, lehet bármi, hogyha nem vigyázzunk a fiataljainkra, és nem képezzük őket úgy ki, hogy itthon is megtalálják a helyüket. Ezért próbálunk a duális szakoktatásban, úttörőek voltunk Románia szintjén, ezt Nagy Károlyban kezdte el Gindele igazgató úr, és próbálunk olyan oktatási elemeket bevinni, felfejleszteni a gyerekeket és helyhez kötni, tehát a szakmát megszerettetni velük és megpróbálni minél több gyereket otthon tartani. Szatmárnémeti polgármesteri hivatala sorba járja a romániai egyetemi központokat és ott a magyarul és románul is tanuló diákokat próbálja hazacsábítani. Elindított egy olyan programot, hogy Szatmár hazavár. És ennek eredményeként több nagyon magasan képzett fiatallal már előszerződést kötöttek a Szatmár környéki gazdasági egységek, és nem fognak elmenni a világba utat keresni, hanem jönnek haza. A hiány szakmákban van egy példaértékű együttműködés, mert a külgazdasági minisztérium támogatásával épült egy 8 lakásos társasház, ami kezdő színészek és orvosok számára van. Ugyanakkor a megyei önkormányzattal sikerült pályázunk nálunk az országos lakásügyi hivatalhoz, és mi is építettünk még egy 24 lakásos társasházat azért, hogy a frissen végzett orvosokat otthon tartsuk. Tehát azzal a 32 lakással is azért vagyunk, hogy az egészségügyi szakszemélyzetet megpróbáljuk a térségben tartani. Mert mi hiába pályázunk most közösen a József Andrással és a Kisvárdai Kórházzal a kórház bővítésre nálunk, hogyha nem lesz, aki ott dolgozzon. Tehát mi próbálunk úgy település szerkezetileg is, meg mindenféle szempontból úgy gondolkodni, hogy tartsuk itt hol az embereket. Mert közel 1 millió emberről beszélünk, és én remélem, hogy ez 1 millió szám, ez akár 50 év múlva is érvényes lesz, és lakni fogják emberek ezt a térséget, és ugyanazon a nyelven a határ mindkét oldalán majd megértik egymást.